5 darab nagy teljesítményű sózó tológép, 3 darab MTZ-82-es traktor, 2 darab homlokrakodó, 6 darab kommunális kisgép, 13 darab kis teherautó és még számos kiegészítő jármű áll a nyírvévé rendelkezésére a téli időszakban. A munkagépek műszaki átvilágítása történt meg kedden reggel a katasztrófa védelmi igazgatóság munkatársaival együtt a cég nyíregyházi telephelyén. Ezek a gépek takarítják majd a városi tömegközlekedési útvonalakat és az aszfaltozott utakat. Vannak köztük olyan járművek is, amelyek kerékpárutak, parkolók, belvárosi járdák térbúkolatok hótolási feladatát látják el. Megfelelő mennyiségű eszköz áll rendelkezésünkre, összesen 34 gépet tudunk bevetni erre a feladatra. Gyakorlatilag a teherautótól a kis traktorig, nagyobb teljesítményű traktorokig, rakodógép, gréder, illetve személyszállító, kisbusz és kis teherautók is rendelkezésre állnak. Ezzel az összes olyan feladatot el tudjuk látni a városban, ami egy téli időjárási körülmények között felmerülhet. A téli síktalanítás során több mint 260 km szilárd burkolatú utat, 337 km hosszú burkolatlan utat, 52 km hosszú kerékpárutat és több mint 15 ezer parkolót, buszöblöt és járdát kell a nyírvévé munkatársainak felügyelni és takarítani. A sikosítást különböző anyagok használatával történik, figyelve a környezetvédelmi előírásokra is. Elsősorban tiszta só, illetve fűrészporos sókeveréket használunk parkokban, illetve olyan területeken, amihez zöld felületek kapcsolódnak, ott pedig környezetkímélő anyagokkal próbálunk meg védekezni. Az útkezelési szabályzat szerint a társaság először a tömegközlekedési útvonalakat, majd a járdákat és kerékpárutakat, ezt követően pedig az összekötő és szervízutokat síktalanítja.